Az áldott karcag, a Magyar Kultúra Napja. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorának külön kiadását látják 2020. január 23-án 18 óra 5 perckor. A Magyar Kultúra Napja ünnepség sorozat az Áldott Karcag című könyv bemutatásával vette kezdetét a Csokonai Könyvtár emeleti termében. Demjén Lajosné Áldott Karcag című könyvét dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő mutatta be a kultúra iránt érdeklődő közönségnek. Ha kézbe vesszük, hát mintha egy időgépbe ülnénk, hiszen visszavetít bennünket abba az időszakba, ami talán inkább a dédszüleimnek a korával írható le, dédszüleink, nagyszüleinknek a korával írható le, és olyan szereplők vannak benne, akik ma már a múlt részei, a karcagi történetnek a részei. Nagy Juliska néni a szomszédunk, dédnagyapáméknak is a szomszédja volt, Demjén Lajosné Annuska néni, Demjén Lajos bácsi a szomszédeink voltak az oroszi családhoz, ezen keresztül is vezetnek az ismeretség és a régi barátságnak a szála, és elmondhatjuk, hogy az a család, amelynek az életét ez a könyv taglalja, Karcagon köztiszteletben álló, megbecsült, szorgalmas család volt, és ma is az a mai leszármazókról is ugyanezt elmondhatjuk. És a könyvnek a hasábjain megelevenedik egy olyan világ, amely letűnt, amelyet a kommunizmus ízé porrázúzott, az államosításokkal, a TSS-ítéssel, embereknek az előzésével, kuláklistával, orosz megszállással, tehát igazán tragikus dolgokat is tartalmaz, de mégis átszülemlik az az értékvilág, amely meghatározta a karcagiak gondolkodását, és meggyőződésem, hogy mai napig is meghatározza. És egy nagyon széles körű átfogó anyag az, amely a könyvben található, több pályázaton is eredményesen szerepelt vele, de Annuska nénén, Demjén Lajosnét hagy hívjam így, hiszen mindig így hívtuk. És azok a részletekbe menő, precíz, pontos, talán tanári pontosságú, de mérnöki pontosságúnak is nevezhető leírások, azok mutatják azt, hogy milyen kitartással készítette a könyvet, és egy kicsit össze is szorul a szívem, hogyha nem éri annyi megrázkódtatás azt a családot és az írót, akkor milyen életművet lehetett volna letenni az asztalra ezekkel az adottságokkal. Amikor a könyv végére érünk, majd gondoljunk ebbe bele szerintem, mert az mindenképpen hasznos. De így is örülök annak, hogy az észnél maradandó emlék az itt lehet a kezünkben, és csak így tallózva a tartalmából és gazdálkodva az időkerettel, az idővel, hát a birtok kialakulásától kezdve a karcagi parasztgazdaságok esetében a cselédség, a lakás, a tanyások leírása, időszakos dolgozóknak a javadalmazásai, vagy a földművelés és állattenyésztésről a jószágtartás kifejezéssel van a könyvben a leírás, a háztartás dolgai, étkezés, tőzeg felhasználás, világítás és fűtés, időjárással kapcsolatos hiedelmek és mondák, gyermekmondókák, találós kérdések, a mi így játszottunk részben a legkisebbek játékai, kisiskolások mondókái, épp úgy benne vannak, mint a konyhai szakácsoknál, a kalácsütés, ételek száraz tésztával, öreg ételek, kásás ételek, köznapi étrendek, gyümölcsök télen, káposztasavanyítás, komatáküldés, keresztelő és lakodalom, de az ünnepek is farsang, nagyszombat, Péter Pál után és a karácsony, a karcagi szólások és a tájszavak, olyan adatközlőktől, olyan szerző által leírva, aki ebben benne élt. Tehát annak a kornak a szülötte is ez külön érték. Fazekas Sándor beszéde után a könyv megvásárlására is nyílt lehetőség. Az ünnepség sorozat a Dériné Kulturális Központban folytatódott ünnepi megemlékezéssel. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989. január 22-e óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. A Déri néven tartott városi ünnepségen Sári Kovács Szilvia alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Az évforduló évről évre alkalom arra, hogy emlékezzünk, ünnepséget szervezzünk kultúránkért. És hála Istennek mi élünk ezzel, és minden évben összejövünk, és méltó keretek között megünnepeljük a magyar kultúrát. Mert nekünk még van, és nem is akármilyen. Erős, régről gyökerező, és az élet minden területét érintő,
csodálatosan gazdag, értékes kultúránk van. Nemrégiben ütöttem meg fülem egy adat, miszerint Magyarország a legtöbbet kultúrára fordító nemzetek közé tartozik. És ami legnagyszerűbb ebben a hírben, hogy ez igaz a kultúra valamennyi területére. A Bartók Rádió pedig nemrég adta hírül a világ legnépszerűbb, a világon legtöbbet foglalkoztatott zenészek listáját, ahol a 6. helyen Siff András, míg az 5. helyen Várjon Dénes zongoraművészek állnak. A csellisták listáját világ elsőként Várdai István évi 83 koncerttel vezeti, ő tehát a világ legnépszerűbb, legtöbbet koncertező Gordonka művésze. Ilyen és hasonlóan kimagaslóan szép eredményeket a kultúra számos területéről lehetne hozni, azonban kár, hogy nagyon keveset beszélünk róluk, ezek a jó hírek alig-alig, vagy egyáltalán nem jutnak el az emberekhez. Van tehát mire büszkének lennünk, ugyanakkor vannak olyan napjainkat egyre inkább jellemző tendenciák, amik talán elkeseredésre adhatnak okot, de minden esetre elgondolkodtatóak. Tehetünk ellene tudatosan, és nem szabad hagynunk, hogy ezek hatalmasodjanak el az igazi értékek felett. Mire gondolok? Több mindent lehetne említeni, de itt most csak egy pár dolgot szeretnék példaként felhozni. Napjaink technikai vívmányai egészen más kommunikációs lehetőségeket nyújtanak számunkra, amik meg is változtatják egyirányú szokásainkat. Ennek egyik következménye, túl azon, hogy vannak, akik már csak elektronikus könyveket hajlandók olvasni, hogy az okostelefonokon a nagyobb gyorsaság érdekében egyre inkább csak rövidítésekkel, kifacsart, vagy éppen összetákolt szavakkal írnak üzeneteket, csetelnek. Ez sok esetben olyan méreteket ölt, hogy már-már szinte érthetetlenné válik a szöveg, és félő, hogy ez a nyelv elkorcsosulásához vezet, vélik a nyelvészek. Ami azonban még elgondolkodtatóbb, hogy az elektronikus levelezéssel, üzenetek írásával lassan elfelejtenek kézzel írni az emberek. Főleg igaz ez a 10-20 évesekre, de a középkorosztályra is egyre jellemzőbb. Gyorsabb géppel írni, mint kézzel, és az rögtön küldhető bárkinek, hangzik a magyarázat. Illetve haladni kell a technikai fejlődéssel, a korral. Ez a divat. És egyébként is. Régen sehogy sem írtak, mert hogy nagyon sokan nem is tudtak. Ez mind igaz. De régen az írás mellett beszéltek, beszélgettek egymással az emberek. Sokkal többet mindenről, még énekeltek is. És amit nem tudtak leírni, mert hogy sokan tényleg nem tudtak írni, akkor a szájról szájra adták tovább. Sajnos mi már lassan nem is beszélgetünk. Ugye ismerős mindenki számára a kép, amikor egy étteremben ül egy pár egymással szemben, kezükben telefon, és egymással azon keresztül csetelve kommunikálnak. De ott van előttem egy másik kép is. Nemrég a könyvüzletben vásároltam. Bejött utánam egy édesapa a kislányával, aki csak állt az egyik könyvespolc mellett, míg a kislánya járkált a polcok között, és nézegette, válogatta a könyveket. Édesapja elmondta, hogy lányának minden az olvasás, ide rendszerint be kell jönniük, jó sok időt eltöltenek, és természetesen vásárolnak is. Igen, nagyok az ellentétek, hiszen a felszállott a páva, a virtuózok és még számos egyéb műsorban szereplő komoly zenei és más területen kiemelkedően tehetséges fiatalok mellett sajnos van egy réteg, amely szinte kultúra nélkül éli a mindennapjait. Mert az nem nevezhető kultúrának, ami egy-egy kereskedelmi csatorna műsorában látható. Reménykedésre ad azonban okot, hogy szinte nincs olyan óvoda, iskola, ahol nem működne néptánccsoport, ne remekelnének a gyerekek az irodalom terén is egy-egy műsor előadásakor, és minden korosztályra igaz, hogy egyre több az énekkar, egyre többen járnak múzeumokba, kiállításokra, és igénylik a tartalmas, értelmes mondani valóval rendelkező, igényes filmeket, műsorokat, programokat. Van még igény könyvekre, könyvtárakra. Az ünnepi gondolatok után került sor a Karcagváros kultúrájáért díj átadására.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díj alapításáról és adományozásáról szóló 19/2016 10. hó 28-as számú rendeletben biztosított feladatkörében eljárva a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Harsányiné Szabó Ilona, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusa részére. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díj alapításáról és adományozásáról szóló rendeletben biztosított feladatkörében eljárva a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina, a Nagykun Református Általános Iskola pedagógusa részére. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Dedinszkiné Tóth Katalin, a Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusa részére. Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta dr. Pintér Zoltán Árpád, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium pedagógusa részére. Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros kultúrájáért díj alapításáról és adományozásáról szóló 19/2016-os rendeletében biztosított feladatkörében eljárva a város művelődése, művészeti élete érdekében végzett kimagasló munkájának elismeréseként a Karcagváros kultúrájáért díjat adományozta Sótiné Szatmári Dóra, a Dériné Kulturális Turisztika és Sportközpont és Könyvtár igazgatóhelyettese részére. Évek óta hagyomány, hogy a Magyar Kultúra Napján kerül sor a Karcagváros sportjáért díj átadása is. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros sportjáért díj alapításáról és adományozásáról szóló 18/2016-os rendeletében biztosított feladatkörében eljárva a Karcagváros sportjáért díjat adományozza Balog Edit Judit, pedagógus tájékozódási futó részére.
Az ünnepségen Cébej Beáta és Bacsi Zsigmond zongora művész feledhetetlen előadásában vehettünk részt. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!